Újvidéken nem okozott nagyobb kárt a szerda esti vihar. A heves zivatar, villámlás, mennydörgés és erős szél 21 óra körül érte el a tartományi székvárost. Semmi különöset nem tapasztaltam, otthon voltunk, pár helyen bésáztunk, hát kiálltunk a teraszra, vagyis kiültünk a teraszra, a gyerekek meg én is néztük az esőt. Szeressük nézni az esőt. Reggelre a virágok azok megsínlették, de hála Istennek semmi nagyobb kár nem esett. A lehullott csapadék mennyisége miatt eldugultak az esővíz elvezető csatornák, emiatt az utakon hömpölygött a víz, ami megnehezítette a közlekedést. Jégesőt Szerémségből és Szabács környékéről jeleztek. Az esőzés és a zivatar Újvidéken körülbelül másfél órát tartott. A Hidrometeorológiai Intézet mérései szerint 23,8 liter csapadék hullott négyzetméterenként. Csütörtök éjjel Szerbia északi részén helyenként akár négyzetméterenként 80 liter eső várható, közölte a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet.